Na sziasztok, helyhó mindenkinek! Egy újabb csodás nap, újabb lehetőségekkel. Itt is vagyunk újra. Pöröghet a Burpee Day. Ismét ugye szerde van, mai nap is nyomatjuk a Burpee-t. Nem csak a Fortnite-ban, hanem IRL is. OBS-ről streamelek? Igen. Hogy miért Fortnite, srácok? Azért, mert 2 órás lesz ez a stream. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rövid stream. Konkrétan a mai nap igazából időm sincsen streamelni, de úgy voltam vele, hogy streamelni kell, és most úgy vagyok bele, hogy 2 órára fölösleges bármi extrába bekezdenem, tehát ebbe kezdek bele, és akkor így ez lesz a progi. Eltökítkezem, még egy-két dolgot gyorsan beállítok. Ez, de majd ez úgyis a játékba derül ki, hogy mi hogy van. Tehát, srácok, rövid stream, kicsi Fortnite, egy kicsi burpee, aztán megyek Szegedre. Miért megyek Szegedre? Miért nem lesz este stream? Azért, mert ugye öcsémnek bavaznak. Vettünk közösen egy gépet, tehát lesz egy új számítógép, amiről tud majd rendesen streamelni, tud majd azzal rendesen játszani is, és akkor ezt rakjuk össze neki, tehát lent alszok Szegeden, és akkor holnap fogok visszajönni délután, tehát holnap délután lesz majd a következő stream, tehát ma este nem lesz stream, de ezt a menetrendben mindent beírtam, tehát aki a menetrendet nézi, az mindent fogtok erről látni, tehát bárkinek bármi kérdésem, akkor az ott írhat Discordon. Szívesen segítek, és amúgy nagyon nem lesz belőle videó, srácok, meg nem is lesz stream belőle. Még egy nagyon fontos dolog, most már fix a szóló versennyel is minden, és fix most már a Baritalival is kapcsolatban minden. Tehát ezt még egyszer elmondom, és akkor hát ha mindenkinek tiszta lesz. Tehát ugye most vasárnap lesz a szóló verseny, ugye 1000 ember jelentkezhet rá, nem igaz, tehát 1000 ember, tehát 1000 fős a verseny. Több mint 1000 ember jelentkezhet rá, az az 1000 ember lesz benne, akik be tudnak check-inelni 8 órától 10-ig. Nagyon fontos, vasárnap 8-tól lehet check-inelni. Felmentek a weboldalra, ahol volt a Join Tournament, na most ott a szürke gomb van. Az a szürke gomb, az visszaszámol, és az vasárnap reggel 8-kor lesz egy zöld gomb, az lesz a check-in. Azt, ha rákattintasz, akkor leszel belerizve, és akkor nem regisztrált leszel, hanem confirmed. És az az első 1000 ember, aki reggel 8-tól 10-ig megnyomja ezt a ready check-in gombot, na az lesz bent a versenyen. Ez nagyon fontos, de erről csinálok majd még Instára videót, meg YouTube-ra videót, mert valószínűleg ezt nem mindenki tudja, és hogy ezt tudjátok, ezért mondom el minél többször itt streambe is, és mindenkinek, aki jelentkezett a versenyre, adjátok tovább ezt, hogy tiszta legyen ez mindenkinek. Oké. Okay. A verseny ugye szerintem mindenkinek tiszta, hogy hogy fog lezajlani, azt nem mondom el még egyszer. A Bari találkozó az meg ugye augusztus 16, az egy pénteki nap, délután 4 órától este 8-ig fog tartani. Kőbánya Kispest Köki Terminál, és azon belül is a Coca-Cola Esport Centerben lesz. Ott lesz 2 terem, mind a 2 teremben van 10-10 PC, tehát tudunk majd ott akár játszani, és lesz ott ilyen konzolos rész, ahol tudtok PS-ezni, vagy Xbox, nem tudom mi lesz ott, aztán lesz ott hát ilyen fotelek, ahol le tudunk ülni és dumálni, tehát elvileg 60-70 fő simán el fog férni, tehát ez nagyon szuper lesz szerintem, és tényleg aki akar vagy velem, vagy Jennyvel, vagy csak a közösséggel találkozni, akkor az jöjjön el, várjuk sok szeretettel, és nagyon szuper lesz. Jó, tehát Discordon van mind a kettőnek külön szoba, Blykap, meg Baritali szoba, bárkinek bármi kérdése van, az jöhet oda, és akkor most pedig vágjunk is bele a meccsbe, mert akkor így sosem fogunk játszani, csak dumálunk. Let's go! Hiu. Jani nem jelentkezett a kupára? Jani jelentkezett a kupára, a weboldalon meg tudod nézni a jelentkezett emberek nevét, tehát ott meg tudod keresni, hogy kik jelentkeztek. Lesz nézőjáték? Hát valamikor biztosan lesz, ma nem hiszem. Elég srácok amúgy a parancsokat egyetlen egyszer beírni mindenkinek, mert ugye mindenkinek ugyanaz hozza ki az adott parancs. Eddig lesz stream, nagyon rövid stream lesz, körülbelül 3-ig fog tartani a stream, tehát ez tényleg egy rövid stream. Mire maradt el, ez semmire ez az első meccs. Egy pillanat, itt megnézek egy dolgot.
találom, na mindegy. Na és akkor majd most kell. Botnak nem tetszik a kap parancs? Hát mivel mindenki spameli, ezért nem tetszik neki. Nem bevel a zöld háttér, srácok, csak ez a játék, ez túl világos. És ugye a színek, hogy visszajönnek az arcomra, ezért kiszedi, de majd állítok rajta. Na jó. Hiába ez a kedvenc helyem, ez a Tilted Town. Most ugye ez egy olyan hely, ahol nem lehet se építeni, se... Semmit nem lehet ott csinálni konkrétan. Tehát nem lehet tényleg se építeni, se szétütni a dolgokat. Tehát ez egy nagyon szuper város. Csak az a baj, hogy mivel ez tegnap jött be, tehát tegnap Fortnite-eztem 3 órát, és akkor derült ki, hogy ez tegnap jött be. Így most mindenki odaugrik, tehát én nem esek oda, mert még nem tudok jól érkezni, azért így nekem annyira ez még nem izgi, hogy megállnak egyből, tehát máshova ugrunk. Oké, hogy a izét kell gyakorolni, a lövés meg az érkezés, de ott az a 40 ember az egy picit túl sok. Közben Foszti, nagyon szépen köszi a cheert. Apexben mit szólok a solo módhoz? Alig várom, én már beírtam a menetrendembe, a saját magamnak a naptáramba, hogy jövő héten, azt hiszem, hogy van? Nem, jövő hét kedd, talán azt hiszem az jövő hét kedd, 13-ától van Apex solo, egyből ki fogjuk próbálni és rámegyünk, nagyon kíváncsian várom, az nagyon szuper lesz. Na ez jó. Legösszesen múlját már megtaláltam. Ja, a solo módra nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan adják meg. Kíváncsi vagyok, hogy melyik lesz az az egy karakter, amivel mindenki játszani fog ebbe. Bár nem, azért csak nem az lesz, de biztos lesz, hogy tudom én 30 raid fog szaladgálni, mert szerintem amúgy igencsak a raid lesz a legjobb oda. Ja, annak van a legjobb menekülő spellje, a láthatatlanság, meg akkor nem is tudják jutni. Hát nem tudom, majd kiderül. Diana, köszi a 12. hónapot, egy év bizony. Jaj, nagyon szuper, nagyon szépen köszi ezt az egy évet. Örülök, hogy még a mai napig tetszik az egész stream, meg minden, és remélem, hogy a Baritalin tudunk találkozni. Szuper lenne, minél többen el tudnátok jönni, mert a szaboknak még egy külön kis meglepetésem is lesz, de mondjuk nem csak a szaboknak, mert mindenki, aki eljön, de remélem, minél több szabát tud jönni, hogy akkor lehetek találkozni élőben is. Nagyon király lenne. Jó, akkor itt van egyszer ez, itt van egyszer ez, meg itt van egyszer ez, jó, meg is van a loot, és akkor ez ide, ez ide, ez ide, ez ide, talán ez ide jó felállás. Ez ide még jobb felállás. Inkább benyomom, nem kockáztam. Felkérjátél Baritali parancsot, ha beírjátok, hogy minden infót megtaláltak róla, hogy mikor lesz, hogy lesz, s mint lesz. Hova akartam én alapesetbe esni? Oda a városba, de igazából nem értem oda. Még ez itt van közel. Ja, az nagyon kicsi itt a pálya. A térképre ránézem, azt hittem, hogy hú, ez nagyon messzi van. Van még másodperc a kék indulásig, akkor még ráérek, mert amúgy hát annyira nincs messzi, de mondjuk közel sincs. Most van kéne itt egy kicsit lootolnom. Van itt egyáltalán loot, vagy ez mi? Nem is értem ezt a helyet most, azt nem szeretem azt a fegyót. Burpee mód megvan? Megvan, bezony, megvan. Most az a nagyon fontos minden másodperc, hogy gyorsan el tudjak szaladni innen. De amúgy benyomnám szívesen, de majd beértünk, akkor megnyomom. Itt van ez a labda, ezt tudom, hogy OP. Jó. Fullos a lootunk, úgy érzem. És
Akkor indulhatunk el vissza befele, mielőtt megzabbant minket a kör. Srácok, most csak szólózok, ne kérdezzétek, hogy lehet-e velem játszani, most csak szólózok, tehát nincsenek nézői játékok, most nem tudtak velem játszani. Ez a 28 nélek. Azért ebben a játékban még inkább durrábban jelen van az, hogy az emberek meghalnak az elején. Tehát ez sokkal-sokkal jobban kijön az, hogy itt már van ranked mód, meg van normál mód. Itt ugye a ranked mód az aréna. Az emberek komolyan akarnak itt Fortnite, az nem mennek arénázni. Az aréna az itteni ranked mód, az olyan, mint hogyha most elmennénk facetezni a többiekkel. De itt a játékban bele van ez építve, tehát ez nagyon durván jó. Azért, mert ha valaki normálba bejön, akkor itt tud gyakorolni, és érted, akkor itt nem arról szól az a dolog, hogy kempelés, tehát itt tényleg fájtolgatnak. Lehet nekem meg amúgy tényleg akkor arénába kéne menni, ahogy tegnap mondta Chris, ott van egy shield. Ez shield. Hát van annyi időm, hát mindegy, ezt most kihagyom. Amúgy ez a shield volt szerintem. Tehát ugye arénában elvileg most nekem gyengébb ellenfeim lennének, mint itt. Aréna ugyanaz, mint a sima szóló? Hát se, csak ott lesz egy pontod, egy ratinged, nem? És a ratinged alapján játszol az enemivel, nem úgy van? Tehát az olyan, mintha ranked lenne ott egy izé bordos. Tehát ez olyan, mint egy ranked, olyan, mint mit tudom én, Siege-be a leszel platos, és akkor platosok ellen dob össze. Tehát ja, tehát ez amúgy a PUBG-ből nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hiányzik. És nem is értem, hogy amúgy miért nincs benne. Elfelejtettem, hogy itt shoti a meta. Jaj! Ez a másik irányba kellett volna nyomni. Rip. De még jók vagyunk szerintem. 29 HP, simán befutom. Ott van egy izép póniló is, nagyon jó. Van én stratégiám? Persze. Túlélő stratégiám van. Valahogy túl kell élni. Emberek nem veszik komolyan az arénát? Ez érdekes. Főleg a ranked rendszert. Csak komolyan kéne, hogy vegyék az emberek. Van. Shot ilyen volt, még nem veszi fel magától. Ennyi? Mi ez az arany ott bent? Ez valami gépezet, hogy valami... Ezt a shotit kéne használni, elfelejtettem, vagy... A shot ilyen menő. Hát ez... Ez nekem nagyon szokatlan. Ez miért ebbe az irányba mutat? Ezt átállítottam volna az R betűvel annyira. Nyomogattam a dolgokat, lehet... Mi az? Ja. Gravity is körbe bejöttem. Le tudok ugrani innen? Ó, nem már.
Srácok, hogy ezt remélem mindenki tudja csetetni, hogy egy kezdő Fortnite-os vagyok, tehát semmit nem tudok a játékról, pont ezért játszok el, hogy kitapasztaljam egymagam, tehát a backseat-et azt létszik, kerüljétek, tehát én is rá fogok jönni, hogy mit hogyan kell csinálni, és csak dőljetek át, aztán élvezzétek, ha tetszik, ha nem tetszik, akkor meg ne használjátok a csetet. Kövi kört. Van egy robot valahol. Akkor én most nem mozdulok. A robotot mivel tudod a leggyújt? Tehát, hogyha kérdezek, arra válaszoltok, az úgy jó, de hogy ti írjatok mindig mindent össze-vissza, azt létszi ne. A robotot mivel... Melyik fegyó? Mondjuk az a baj, ezt szét fogjátok spamelni. Van a robotnak úgymond gyenge pontja, amire jó valami? Mit tudom én, az SMG-vel szét tudod darálni. Most szét akarod trombolni mindent? Granát. Ja, tényleg itt szóló be tudsz ülni a robot mellé. Aha. Látok ezt most. Hol van? Nem látom. Itt van a ház mögött. Hát, 20-20 fél, de igen. Mindegy, lényegtelen. 13 ember él. Ez a baj, oké, hogy el lehet rakni sok cuccot, csak az a baj, hogy így túl sok cuccot akarok elrakni. Tehát most itt van a gránát is, az is hasznos. A sniper SMG, ez itt minden hasznos. Nem tudom, a shotit ugye nem hagyhatom el. Nem tudom, hogy mi. Ez kijött belőle a csávó. Ott ugrándozik kint a gyerek. Játok dobni addig gránáttal? Nem tudom, mennyi lövést kapott. Néznék, hogy lássam, hogy mi történik. 493 HP-je van. Ja, kettő robot fájt el egymással. Ez egy. Úgy érzem. Hú, esküvő izgalmas amúgy.
látok ki rá. Mire kell, mennyi HP-ja van? Itt van fent a fán a pali. Igen, azt tudom, hogyha belenézek a szkóba, akkor kiírja, hogy merre van a kövikör, az már megvan tiszta. T betűvel jön be a labból a izé, a campfire-os sztori. Jó. Jó, van egy ilyen campfire-ünk is. Aztán felejtsem el, 9-en élnek még, jó, abból van egy tuti robot. Ez mi soti? És köszönöm, nem látom. Ja, ez kék soti. Ilyen, mint az enyém. Na, itt benne vagyok, és amúgy... Hát, tudom, hogy nem építek, de most direkt nem akarok építeni, mert az a robot, ha építek, látja, hogy itt vagyok, és szét akar szedni. Így viszont valószínűleg itt senki nem fog engem észrevenni, szerintem. Á, nagyon nem tudom, hogy legyen ez elrendezés. Ez a négyes, ez kinyúlni, az nagyon messzi van. Ez miért tudhatott lőni? Nem bagol az zöld háttér, srácok, ez nem tudom, hogy miért írjátok. Feltölt ez 100-ra. Túl színes a játék, és így... Ezért látjátok így, de ez ugye nem bug, csak túl színes a game. De állítani kell rajta egy picit. Mennyien élnek még? 6-an. Balra van 2, ahogy hallom. Hú, az a baj, igen, itt már profi építés bajnokok lesznek. Ezért nehéz lesz csak simán fájtalnom. Ja. Ezért már bőven kéne az, hogy én nekem közöm nincs az építéshez. Csak védekezek, nem támadok.
Vannak ám itt dolgok. Ó, ez már csak kettő, kettő. Yes! GG! Erre van szó! Hú, nem mondom, hogy sok köszön volt hozzá, de... összejött! Ez az! Yes! GG! Egy game. Első meccs, a? Első meccs. Meg is kaptuk. Mi ez? Glider, very nice. Super. Hú. Hát igen, a lövéssel nincs baj, ez az építésre kell rájönnöm, hogy ez hogy működik, és akkor jó lesz ez az egész valószínű. Aim hacker. Hát ha erre valaki azt mondja, hogy aim hacker, hogy kilőttem 80 ezer ammót a semmire, akkor hát érdekes gondolkodás. Hú, ez izgi volt a vége. Izgi volt a vége. Mi lesz, ha meg az építés is atomon fog menni? Hát ez egy jó kérdés, de hát per pillanat még azt sem tudom, hogy mit nyomtam, vagy hogy nyomtam. Csak igazából, tehát én az építés fedezéknek használom. Nem az, hogy izé rátámadok ilyen izé rámpákkal és rájukugros fotival és egyhitelem őket, hanem csinálok magamnak falat. És a kékkel együtt mozgok, a kékre figyelek, hogy jó legyen, és nekem csinálom magamnak kör közepén a házakat. Ennyi. Milyen szenzin játszok? Nem tudom, ugye megnézem. Hol van? A volum. Ez nem az. Hol a Szenzi? Legelején volt. Várjátok, esküszöm, nem tudom, hogy hol van. Itt van a Szenzi. Mi az? B. Itt a burpee mód. Amúgy ezért Fortnite-zunk, most ha valaki nem érteni, hogy miért Fortnite-zunk, hát ezért. Ez. Burpee mód. Jó volt annak ennél, nem kedvele ezt a játékot. Hát hogy őszinte legyek, nekem a játékkal sose volt bajom, nekem az építéssel vannak bajaim. Mert nem ehhez vagyok hozzászokva, de ugye a Fortnite-ban pont az építés miatt Fortnite a Fortnite. Ezen nincsen semmi baj, de mondom, itt ebben a városban most nem lehet se építeni, se szétütni mindent. Ott csak lőni lehet. Na ez amúgy tök király. És mondom, ezt pont tegnapi nap hozták be. Ha ebből lenne egy olyan, hogy... hogy mit tudom én, például az egész mapon nem lehetne se építeni, se szétrombolni mindent, az amúgy nekem nagyon tetszene, bár szerintem a main Fortnite játékosoknak az nem tetszene, ó, oda meg nem tudok elugrani. De így most is van egy város, csak az a baj, ez mivel most jelent meg tegnap, így mindenki oda ugrik. Abba a városba, és így az még nekem nem jó. De hogy ez le fog csengeni, akkor majd odaesek, és az nagyon szuper lesz. Hát most van egy hely, ahol nem lehet semmit. Van benne DSS is, amúgy ezt is tegnap rakták be. Na Mizu Didi, Daddy. Daddy, Daddy. Öreg Daddy boy. Jaj. Nagy terik peróni. Erre messze akartam. Került bele a burpee? Hát kaptam egy emote-ot. Voltak vele a Fortnite-osok, hogy ninja elment mixerre keresni kell egy új Twitch arcot. Aztán látták, ez a Blyaz nyomatja a burpee 2 király srác, aztán kaptam egy emote-ot.
Mondjuk ez tök jó helyt lehet azért. Ó, de szép. Úgy de szép. Úgy de szép vagy. Ez mi ez? Ez sima sniper. Még van valaki a vízben? Ugye csak szimpla vízhang, amit hallok. Mennyi loot van? Szimpla ott van. Nagyon sok itt a loot, nagyon jó. A gyerek pedig valahol még alul bent. Csak gézom sincs, hogy hol, hogy őszinte legyek. Kéne keresni pedig. Hát jó. Akkor go befele. Mentek a World Cup-ra? Persze, már most indulok is, srácok. Pont tegnap néztük meg, hogy 30 játékos, vagy 30 óra game time-on van a game-be. Tehát, 30 órával hogy menjek bárhova is. 30 óra az nagyon kevés. De legalább a pingem jó, azt tudom. Ez nagyon jó nekem. Nem tudom, hogy lesz-e időm, hogy feltöltsa a HP-m, de ez kell. De lassan tölti. Gyorsan, 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 tölts, 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 tölts. Még egy. Kösz. YouTube csatornám neve ugyanúgy Bly Plays, de nálam YouTube-on PUBG-s oktatóanyagokat hoz lehetni, meg PUBG-s gameplay-eket. Mi az emote neve? Burpee. Mi ezt? Burpee. Néha büfög, de nem tudom miért büfög, de a nem a büfögős részeket. Tehát egyszer azt nyomja, egyszer meg a másik, az mondjuk még azért érdekes. Három ugrás után várj egy kicsit. Igen, igen, azt tudom, hogy nem szabad spamelni, mert igen, én sajnos spamelem. Ha le kell, hogy szokjék a ugrás spamelésekre, mert akkor így belassul. Úgy annyira nem jó. Igen, ezt meg kell szoknom, hogy nem lehet csak így bunny-hoppozgatni folyamat.
Van egy rosszabb player, mint én. Ez milyen riftezett? Hát már felismerem a hangokat. Ez nem az volt, ez nem a rift hang volt. Valaki riftezett, de nem ő. És most kidobjuk szerintem. Hal? Ez meghalt? Ez meghalt, jó. Négy szó lobby nem van, hát ez beautiful. Very nice. Ja, igen, ne ugrándozzak ennyit. Mindig akcióba lendülök, ez a urándozás, ez itt úgy érzem, mint hogyha milyen menekvés lenne, de annyira nem az. Sokat kell venni, inkább belindulok. A rövidítés volt, kérem szépen. Hol milyen kard van itt? Nem is láttam, hogy ez eddig egy kard. De jól néz ki. Ott szólt balra egy. Nem tudom, hogy nem vagyok benne a körbe. De jó lenne azért levadászni őt is. Vagy elkezdünk fájtolni, ez a kék utolér, nem akarom, hogy a HP-m lemenjen, mert nem tudnám visszatölteni. Meg kell próbálni. Valahogy hátba lőni. What the fuck? Na, én egész várost felhúzok ide. Nagyon lassan reloadol az a baj.
van legendary lootom. Még 90. 8 killen van? Na mondjátok már. Akkor ez legyen a kill rekord mostantól, a 8-as. Kezdhetjük itt. Akárhogy nézem, ez egy robot. Akárhogy nézem, az egy robot. De mit? Te már, hogy ilyen jól játszok? Hát én nem mondom jó játéknak, de köszi. De jó, hogyha megütöd, lejön a húrolla. Tetszik amúgy. Én itt lenne nagyon jól, le vagyok hájdolva. Ja, ez bágos, nem kéne, hogy lehessen, ha? Pont, hogy tetszik. Meghalt a kékben. A TPP ez nagy cheat amúgy. Van az új kírekord, a 9 az már tudja, hogy az, szerintem annyit biztos, hogy nem álltam eddig. Ott egy dalai láma. Ki tudom ezt még lootolni vajon? Jaj, sokáig tartasz. Nem fogom engedni, ha megcsíp a ki. Hát jó. VSS-t ki kellett, hogy dobjam. Ez igen, szerintem egész jó loot most. Ennyi mennek még eten. Jönnöm fentre be kell, hogy jöjjön. Miért nem esik szét ez a ház? Úgy, pocs, lefele! Jaj!
Jövök innen ki. Megöltem. Ma? Leesett. Hol az úgy? Ó, nem kellett volna behílálni itt. GG. Ennyi HP volt? Ez fullon volt. Nem kellett volna itt hílálnom. Vagy be kellett volna nyomnom valami falat. Na mindegy, hát azért más is. Helyesen rossz legalább, most már ezt is tudom, hogy 4 szek a nagy poti, mire benyomja, az túl sok. És ugye a TPP miatt a csával simán le tudja a pozimat nézni. Nem baj, jó ez, alakul. Alakul ez, mi ez? Battle Pass tier up. Király, köszi. 5 szek, akkor még több. Nem kellett volna potizom, akkor jó lett volna. Shit, nem baj. Így is jó második hely. 10 kilométer végén? Na, srácok, akkor key record. Hivatalosan is 10 a key record mostantól. Nice! Milyen setupja lesz baboznak? Hát ez babzi majd a streamjén befrissít, és akkor ott meg tudjátok nézni. Lesz új alaplap, RAM, proci, tehát kb. Minden más, csak a géphez meg a videókártya marad ugyanaz. Jó ez itt, srácok, itt gyakorlom az építést, ezzel teljesen jól el vagyok közben, most picit lemaradtam a szabokkal. Tehát Fosszinak köszi a Csírt, Viridiának a 12. hónapot, Fejér Elődnek a 3. hónapot, Hiperbola Hajítónak meg a 3. hónapot, de Fejér Elődnek a Tier 3-as 3. hónapot, duplán, sőt triplán köszönöm, nagyon szépen köszi Bajti, eszméletlen sokat jelent, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy te is ott leszel a Baritalin jövő hét pénteken, augusztus 16-án, nagyon remélem, hogy tudunk találkozni, szuper srácok, szuper, köszi, ilyen sokan itt vagytok. Ilyet a harmadik game, eddig egy első hely, második hely, most nem a harmadik helyre megyünk, hanem újra az elsőre. Egy meccs hány percig tart? Hát lehet, hogy egy percig tart, mert meghalsz a legelején, de ha megnyered, akkor az szerintem ilyen 20 perc a vége, nem tudom. Ó, már ki kéne ugrani. Ez milyen messzi van? 1003. Ennyire rákaptam? Hát tegnap játszottam vele, ma ezt nem mondanám ennyire rákapásnak, de tetszik nagyon, igen. Nem tudok ott lenni, mert Németországba tartozok. Semmi baj, valamikor úgyis összehozzuk, hogyha éppen Magyarországon jár, de nagyon szépen köszi a támogatás előtt, király vagy, tényleg nagyon sokat jelent. Köszi szépen. Néztem volna, hogy jöttek itt, de ahogy látom, nem. Ugye lehet farmolni fát, hogy egy ütésre kell a világot. Campfire? Ekkora campfire? Ez feltöltözöm fel egybe a csutka maxra. Hol van itt doboz? Jó, hogy ez ilyen rosszat itt vettem fel, ezt nem is néztem. Ez mi itt a robot a közelbe? Ez valahol itt van a közelbe ez a robot. Mindegy, ez a bomba jó lesz arra, hogy elmeneküljek előle. Ez remélem nem erre ugrál. Felém közelebb.
Még most elrakjuk, de nem lesz a kedvencem, de elrakjuk. Hol vannak még dobozkák itt? Többet nem lesz PUBG, miért ne lenne, ezt nem értem. Hát a shotit nem akarom lerakni, ugye shoti az shoti. Ez kell a robotok ellen. Most lerakjuk, ú, mondjuk itt a pump. Akkor ezzel lövünk messzire. Nincsen ORM. Jaj, erre nem akarok kiesni. Ez mi volt? Ide nem tud építeni? Ja, csak ki TF alatt. Ó, mi? Ja, hogy a jégen csúszok. Azt nekem eddig nem mondtátok. No. Ja, ha erre elmegyek végre, megfogy a lábam. Aha! Szélvünk volt. Szabad itt fagyoskodnom. De melyik a jég? Ja, az a jég ott. Aha. Ja, látom, milyen izé lett. Oh, jaj, ne, ez nagyon jó. Hol van az a campfire? Jó, hát el van a gyerek, ha játszik. Ja, ezt hittem, ez háza, mondom, hol lesz az ajtaja. Hol lehet, hogy nyugisan lemászni innen. Nem baj, látom sehol. Na, nyomom az est. Jó, ha nyomod az est, akkor nincsen semmi baj. Most már ezt is tudjuk. Ilyen csöndben van a játék, senki nincs a közelembe, senki nem lő rám. Ott a izé, az ugrató a bevásárlókocsival, de most már nincsen bevásárlókocsi. Oho! Tehát itt ha nyomod az est, akkor csak szépen lecsúszik. Jó, ez az elég pro info volt. Ja, és már csak 23-an élünk. Úgyhogy semmit nem csináltam, csak ugye összeszedtem a gíremet egy messzi helyről. 8-as pingem van, LOL! Láttatok már 8-as pinget Fortnite-ba? Én sem. Nem kell nyomni az est? Biztos? Nekem tegnap azt mondták, egy profi Fortnite-os itt volt, és azt mondta, hogy nyomni kell az S betűt, nem tudom, ismeritek-e? Valószínűleg ismeritek. Volt 0-as pingem is. Srácok, én vagyok a szerver. Szia, Gombino. Ne fullon vagyok, nem lehet overtolni. Bevásárlókocsi régóta nincs bent. Nem tudtam. Kivel játszottam? Krisszel amúgy.
Itt aztán elmondta az alapokat, bemutatta a Fortnite-ot, ugyanis kellene ezt játszani. Ja, ez a tilted. Aha, ez az easy, ahol nem lehet építeni, csak lőni. Mondom, hogy most jók a fegyvereim, most inkább ezt kiadjam. Hát látjátok? Ez a legjobb most, ez a meta. Nem lehet se építeni, se semmit csinálni. Persze van bug, és ki tudják bugoltatni már. Tehát már azért jöttek rám úgy, hogy... hogy építettek, de... ha megváltam még úgyis. Hopp. És én innen be tudok oda lőni? Az nagyon gonosz lenne, ha én innen be tudnék oda lőni. Hát át tudok lőni rajta, az egyszer fix. Nem jók a fegyóim amúgy, nagyon nem jók a fegyóim. Kéne keresni AR-t. Az AR? Ez mi ez? Ilyen sotik pirosan momia. Meg a rossz kala. Nem tudom, az valamiért nem tetszik nekem. Igen, lassan lő. Ez a csatorna, ebbe bele lehet mászni. Beszűkült, ahol beszűkült. Olyan hangok vannak itt, hogy így úristen, visszaknom kell a játék hangjait. Az is soti. Jó. Ez egy jó soti? Nem baj, marad a kezdeni a sotinál. Vagy ez vagy a hosszú csőű soti, amiben 8 szemmó van. De mennyi van? Ebben is 5 van, azért az se rossz. Majd a másikra lecserélem, olyat találok. Azok ott még potik, de hát ugye 6 darabban az nem kell. Na nézzük. Benne vagyunk a körbe. Most kellett volna tiltit bekezdenem, mert végig oda szűkül a kör, és mindenki ott fog fájtolni építés nélkül. Amúgy ezt adnám. Az elég nagy előny lenne nekem, ha ott lenne a végjáték. Mondjuk akkor miért nem megyek bele? Hát mondjuk most már nem akarok, 15-en vagyunk csak. Az a baj, ez nagyon kevés, de nem jó, azt szedtem. Az a soti az, amiről beszélek. Amire lecserélném a mostani sotimat. Nincs sok nyersanyagom. Úgy látszik, hogy... erre? Brute shotgun az a... az a robot. Ott... nem tudom, hogy meghalt-e valaki. Bár nem hallottam hangot. Mászbe. Ott valaki van. Jó. Mindegy, én vagyok bent a kör közepén. Ez itt az én helyem itt fönt. Az F4-et kellene még átrakni valami más gombra. Hogy lehet ez? Hogy forgatom? Ezt így, ha így be lehetne így modellezni, de az jó lenne. Biztos be lehet. Ó, ez robot hang. Hogy vagyunk? Ú, de jön mellém a robot, basszus.
Ott meg ugrik egy robot. Hát akkor úgy érzem, hogy nem vagyunk jó helyen. Cső. Két ilyen kis golyóm direkt erre a menekülésre. És felpír Szotyi Time itt. Gabi, az én eger gombom vannak a 7-es, meg a Q. Ez a fájtól. Hatalmából egy robot, egy a másik, egyen az velem együtt három, másik három player van még valahol. Azokat kéne még nagyjából megkeresni. Most egy befoglalta ezt a helyemet? Hát ez szerintem igen, csak úgy néz ki. Nem tudom, hogy mit csináljak. Vagy erre nem, én oda mentem fel, ez egy másik domb. Építsek rá. Erre már csak öten vagyunk. Fent. Jó, sunyiba akartam ráépíteni, hogy halkan. Azt mondja, hogy annyira nem halk. Amit csinálok, mindig. Egy ott van, oké. Nézd meg, egyből egy bungallót felhúzott a gyerek. Nincsen AR-em, tehát... Ez mi? Nulla nyersanyag. No. Fogyott a nyersanyagom. Nem néztem, hogy nincsen. Ja, hát ez a gyerek szétpusolt, lehet, hogy közöm nincs, hogy kezdő vagyok. Hát ez nagyon fullos cuccai voltak. Nem volt HP, nem tudtam volna vele fájtolni. Nem baj, negyedik hely se rossz. Első, második, negyedik. Nice. Köszi Mr. Soma Junior. Köszi, köszi. Sok sikert tehetek, ez köszi. Micsoda? Oké, az a hál' Isten, ez nekem nem ok. Az problémát, csak most van fél három. De akkor szerintem még ez az egy meccs fér bele, és utána elmegyek burpizni. Volt már ma win? Yes! Nyertünk már, első meccset megnyertük. És akkor utána meg... Mert ezt lenyomjuk. Egyet nyomatunk egy... Real life burpit, egy gyors edzést, és akkor utána mehetünk is, srácok, Szegedre. És akkor majd holnap jövök újra vissza.
Ja, tehát már az első meccset megnyertük, nagyon jó volt. Pillanat, olvasom itt a dolgokat. Mit csinálok Szegeden? Mit csinálnak nekem össze a gépét, amire tudsz kimenni megjátszani? Nono sasa, top 5, marad a top 5. 1, 2, 4, vissza az 1-re. Igen, srácok, hogy bejön az Apex Solo, nyomatjuk az jövét, ked. Augusztus 13. Jó, no gulyás leves nem lesz ilyenekre időm. Főleg úgy, hogy nem is iszok sört, meg amúgy se alkoholt. Augusztus 13-án jön bejövét kedden, igen. Csúcsú, azaz. Nice. Szívesen matuk, tehát lesz Apex Solo. Ja, nagyon kemény. Ó, persze, snipert ad egyből. Hát segítettem neki kilőni. Maradjunk annyiban. Az volt a baj, szerintem az előző gyereket oké, hogy megöltem, de ott nagyon kevés HP-m maradt. És az volt a baj ezzel, hogy... A cuccai lehullottak valahol. Ez a ház, ezt a házat kell megjegyezni. Lucky Landing északi épületében vannak a deszkák, jó. What?
Érdekes, kismárton érdekes. Érdekes taktikát vette a figyelembe. Jó, benne vagyunk a körbe, akkor nincs para. Daniel Dean, sorry, de hát nem tudom, amit te írsz, az nem nagyon létezik az én chatemen se. Hát nem tudom, ha jót nem tudsz írni, rosszat inkább ne is írd le, mert úgyis csak timeout a vége. Még egy win? Hát srácok, én nyerni jöttem, tehát nem az a cél, hogy win legyen, aztán majd meglátjuk, hogy mi a vége. Ebbe a házba kezdtem, jó? Mit hagytam itt, mert valamit még fény lett? Vagy ő hagyta itt? Ammó. Mi az, ami még loot alatt van? Ez biztos, hogy én voltam, ő kezdett itt. Én ilyeneket nem csinálok. Na jó, deszkával be kéne menni a kör közepére, bár mondjuk deszkával az, hogy túl hamar beérek. Túl sok fájtba lehet részem, azért annyira túl sok fájtba azért nem akarok részt venni. Most 20 HP miatt nyomjam el, vagy inkább tartogasson meg a lesebeznek. Megtartogatom a lesebeznek. Jó, ez így. Titkos fal. Ja nem, csak kerítése. Kell benyomom, ne ezen a 20 HP múljam. Meg akar átomozni a medkitet is legalább. Ez custom, nem? Sima szóló. Igen. Ezek amikor custom meccseket nem tudom, srácok, nem tudom. 30 órán van a játékban, tehát még közöm sincs a Fortnite-hoz, nem vagy custom meccseket tervezzek. Látszik a PUBG tapasztalat? Hát mivel a BR játék ezért igen, az... Ezután off-streamba baszgép itt, és pontosan. Ezután nem lesz stream, holnap délután lesz legközelebb stream. Ez az utolsó meccs, aztán megnyomunk 100 burpit, 100 googolást, 50 felülést. Aki akar, az már most készülőtet meg csatlakozhat, hogy edzünk egy jót, és akkor utána nektek pöröket tovább a game. De egy kis napítás mozgás, ez mindenkinek kell. Ezekre a kis kiálló agancsokra mindig azt hiszem, hogy egy ember is mindig megijedek tőlük. Nagy fejes lenne, innenki tudnám lőni.
Jaj. Szegény, nem terrorizáljon. Így is meghal már. Lőttem rá egy százast. Tényleg megyek Szegedre? Igen. De öcsém, ez megyek, srácok, nem nézői találkozóra. Tizenöten vagyunk már csak. Most mondanám, hogy itt van a medkit, de hát a medkit az... az tisztek, mire benyom, arra úgyse lesz már időm. Remélem nem is lesz rá szükségem. What? Aj, akkor jól láttam, hogy ott vannak! Ekkora sasszony vagyok. Sasszony is real. Pörög a backseat, srácok. Ne érkeljetek, hogy mit csináltam ott, vagy mit nem hagytam ott. Gyorsabban lőtt a fegyója, vagy csak én kattingattam lassan, nem ugye pontosan nem tudom, hogy hogy működik ez a fegyver, hogy folyamatosan kell nyomni a gombot, vagy nekem kell kattingatnom, de szép volt, jól előtt a csávó. GG! Na mindegy, 14.33, jó. Akkor elkezdjük most a burpee-ket, de ez teljesen jó volt, teljesen jó volt. Biztos lesz még, szerintem ez mostani verseny jó lesz vasárnap, biztosan lesz még folytatás, a srácok, biztos, biztos vagyok benne. Sziasztok, szia Bly, Fortnite? Nem, ez itt már no Fortnite, ez itt már Burpee Time fog kezdődni, srácok. Jó, valaki nem tudom, hogy milyennek a menetem, hogy mindjárt rámadok mindent, kint felkapcsolom a lámpát, és akkor kezdhetjük is. Ez lesz a helyszín. Ez a helyszín, kapcsolom a zenét, intézek mindent. Norbinak meg a menetrendet ajánlom, hogy nézze meg, mert ott tud ilyenekről értesülni, amit pont kérdezett. Ti is csináltok nem a burpee-ket? Én ennek a lehető legjobban örülök, srácok, királyság. Örülök neki, hát is ilyen nagy burpee fanok leszek, mint én. Jó, zene van. Milyen felkapcsolom a lámpát. Kimegyek mosdóba és jövök, jó? Thank you.
Na, itt is vagyok, srácok. Na, tehát burpizni fogunk, googolással meg felülést fogunk csinálni. Ez lesz a mai program. Kezdjünk egy kis bemelegítéssel. Ez a bemelegítés, ez egy ilyen gyors kis átmozgatás, hogy ne csak így hidegen essül nekik a burpiknek. Tehát ez egy 5 perc, aztán utána pöröghet a burpik. Közben látom, kérdeztétek a zenét, azt belinkelem a csatra, valakit érdekelne. Jó, kezdjük a bemelegítést, aztán mehetnek a burpik, gyertek! Bemelegítés az meg is van. Egy dolgot felejtettem el még átírni a stream címét, mert ez már nem Fortnite, tehát aki éppen most Fortnite-ot kattint, az is ezt látja. Gyorsan átírom Sports and Fitness-re kategóriát, és akkor folytathatjuk is. Egy dolog jutott eszem, vagy ezt átírhatnánk. Hashtag Liberty Challenge. Erre. Így. Ez így itt tökéletesen néz ki alul. Szuper. Jó. Már is elfáradtam? Nem, ez a bemelegítés volt. Miben fáradtunk volna, srácok? Ez még semmi. Na, tehát úgy néz ki, hogy bemelegítés megvan. Akkor én fogom időzítővel mérni ugye a pihenőket. Ugye burpee-vel kezdünk, megcsinálunk 20 burpee-t. Tehát 20-assával csináljuk a burpee-ket. 5 kör lesz. És akkor utána meg mondom tovább, hogy a burpee hogy néz ki, azt bemutatok egy párat, hát ha valaki nem ismerné. Ez igazából, ez egy crossfit-es burpee, magyarra lefordítva négy ütemű fekvőtámasz, de ebben nem kell fekvőtámaszt csinálni, tehát csak szépen hasra vágod magad, aztán felkelsz, ugrasz egyet is fönt, összeérinted a kezed, de bemutatom, hogy kell csinálni, és akkor majd ebből tudni fogjátok. Ez a burpee, nagyon egyszerű ez a gyakorlat, ezt kell csinálni, és akkor ebből fogom megcsinálni most 20-at, és akkor utána lesz egy perc pihenő. Kezdjük is el, gyertek! Jó!
körkész is van. Hú, király. Egy perc pihi megy. Matu, 15-öt bírtál? Semmi baj? Csinálsz 15-öket, az is teljesen jó. Igen, Vuki. Az menő lenne, meg a izét is be kéne amúgy. A Fortnite-osat is, meg a... az Overwatch-osat is. Dalali tugrándoznának a... hogy ott jobb oldalt oda... poró fölé be lehetne rakni őket, ja. Ez jó ötlet. Az öreg Varex. Na, tehát egy kör kész, 20 burpee megvan. 4 kör van vissza. Easy peasy. Mehetünk is a kövi körre, gyertek. Te is bevezeted minden nap, de hogy baj ez. Annál jobb, minél többen csináljuk. Gyertek, jött a második kör. Stopper leáll. Let's go. Tökör kész. Hú. Újabb egy perc pi. Hú. Pillanat. Cyrex. Írtam a chatre. Inni nem szoktam. Majd iszok utána. Közben annyira nem érdemes. Mert ugye ezt mondhatni, az edzés része. Egy perc pihenők vannak csak, tehát ez... nem az ivós történet. Majd iszunk utána, de akarsz, ihatsz közbe. Jó. Eltelt a pihi, vagyunk a harmadik körre. Kettő kör eddig kész, tehát most vagyunk 40-nél. Mert a következő kör, tehát 40-től vagyunk 60-ig. Thank you.
Három kör kész. Hú. Volt már játék? Igen. Ez most már csak a levezetés. Egy kis lájtos edzés, aztán vége is a sztorinak. Jó. Három kör kész, 60 burpee már megvan. Most már csak 40 van vissza. Ijatok, srácok, persze, egy-két kortyuk szabad, sokat ne ijatok. 40 burpee vissza, az ugye két kör még. Jó, letelt az újabb egy perc pihi. Mehetünk élet a negyedik kör, gyertek! Négy kör kész. Volt már játék, igen. Király vagy, Matu, szuper. Nagy pacsi neked. Négy kör kész. Ucsó burpee-en. Tehát 80-nál tartunk, vagyunk 100-ig, az a vége. De Lucho burpee, ezért arra adjunk egy kis kakaót, hogy az legyen a finish, hogy nincsen több burpee, tehát ezt az Lucho 20-as, ezt izomból kell edúrni. Látom, hogy nagyon sokan csináljátok velem, és le vagytok maradva. Semmi baj, srácok, mindenki a saját tempójába csinálja. Nem sietünk, ha neked több pihi kell, többet pihensz, kevesebb pihi kell, kevesebbet pihensz. Matu, hát ez azért van, szuper. Erről van szó. Van, aki 60-nál tart, van, aki 80-nál tart, nagyon szuper, van, aki 20-nál tart, semmi baj. Már egyet is megcsináltál, te vagy a király, mert mai nap is tettél egy lépést az egészségesebb élet felé. Jó, tehát Lucho burpee-en, srácok. 20 darab, izomból nyomjuk le. És akkor a burpee kis lesz pipálva. Közben Gosszomirnek mondom, hogy egy szab az már csak 10 burpee, de most már nem is játszunk ilyet. Na let's go, szia Zsó lesz! Lucho burpee következik, 20 darab. Thank you.
Burpee kész. Húnyog stopper indul. Aztán folytatjuk meg a gugolással. Szuper. Fortnite vagy PUBG? Mind a kettő jó. A burpee körök között egy perc pihenő van, viszont burpee és gugolás, tehát két különböző gyakorlat között meg 2 perc pihenő van. Tehát gyakorlaton belül 1 perc, két gyakorlat között pedig 2 perc. Hú. A gugolás nem mindenki figyeljen arra, hogy szabályos legyen. A sarkatok az maradjon a földön, az nem emelkedjen el. A hátatok legyen egyenes, ne görnyedtén csináljátok. Nézzetek ki egy magaslati pontot fixen, ami magasabban van, mint a szemed vonala. Tehát mit tudom én, bármi, ami magasabban van, és azt a pontot nézzétek végig, hogy felfele nézzetek. És figyeljetek rá, hogy legyen kihúzva egyenesen a háttok szépen. Jó, fél perc is kezdhetjük a gugolást. Szépen lassan, addig már felállhatunk. Kicsit lerázott kezed, lábad, aztán mehetünk is kikezdeni a gugolást. A gugolás az 50-essével fog menni. Tehát 50 gugolás az egy kör, és akkor ebből lesz 2. Matu, ha valaki piszkál téged, akkor tízd le, nem kell vele foglalkozni. Tízd le, blokkold és kész. Gugolás kész az első kör, egy perc pihi, aztán mehet a második gugolás. Kilabíj, nem! Semmiféle hitedzés nincs itt. Ez egy kis burpizés, gugolás, meg felülés csak. Semmi extra. Igen, Ghost Tommy, magnéziumot igyálja. Tehát 50 gugolás kész, 50 gugolás van még vissza. Matu, nem kell vele foglalkozni, ide se kell beírni. Tízs le és kész. Engedd el ezeket. Persze, Eternal Trash. Mindenkinek van otthon súlyemelő rúdja. Persze, azért lehetne ezt cifrázni, de ez is bőven elég. Hiába csinálnám én rúddal, hiába csinálnám én 100 kilóval, hidd el, meg tudom csinálni, mert 6 évig crossfit eztem, meg 2 évig súlyt emeltem, tehát 160 kilóval tudok gugolni, de
Teljesen jó ez így, az a lényeg, hogy meg tudjátok csinálni. Tudom, hogy nem nekem mondod, csak én nem akarom túltolni, hanem direkt egyszerűnek csinálom. Hogy ne az legyen, hogy ó, ez súlyjal csinálja, nem tudok súlyjal csinálni, ó, ez fekvőt nyomat a burpee-vel, nem tudom azt csinálni, hanem direkt ilyen könnyű gyakorlatokat találtam ki, hogy mindenki meg tudja csinálni. Jöhet a második kör, guggolás, ez is az utcsó 50, tehát erre is adjunk egy kis tempót, pluszba gyertek. 50 guggolás, ezzel meg is lesz a 100. Jöhet is, kezdhetjük. Varex, semmi baj. Én is már ugye teljesen átalakítottam. Már én sem most sem vagy elkezdtem. Mindenki is nyugodtan testre tudja szabni az egészet. Az a lényeg, hogy legyen egy kis edzés. És akkor minden király. Hú. Szuper matu, ügyes vagy. Nagy pacsi mindenkinek, aki csinálja. Jó. 100 gugolás ugyanúgy kész. És akkor 50 darab felülés a vége, arra még egy percet pihenhetünk, és akkor utána 50 felülést lenyomunk egybe. Ott is arra kell figyelni, hátul érintsétek meg a kezetekkel a talajt, meg elől a lábatok előtt is, az egy. Mi az, hogy kettő? Hát még van egy 50-es felülés, még nem menj sehova, most jön a java. Matu! Nyugodtan mondd el neki, és írd le nekem Instagram vagy Discordon, hogy mit szól hozzá, kíváncsi vagyok rá, jó? Ígérd meg, hogy elmondod, hogy mi a válasza. Meg is mutathatod neki a videót, a vodot, itt Twitch-en vissza tudod mutatni, vagy YouTube-on fel vannak töltve. Jó, 20 szek, aztán mehet is. Matu, ahogy szeretnéd, nekem is írhatod Discordon privátba, vagy Discordon a Bike Burpee Challenge szobába is beírhatod, hogy mindenki lássa. És most mehetünk, srácok, 50 felülésre vége, ahogy az megvan, végeztünk is. Let's go! 50 felülés, gyertek! Thank you.
De jó lesett, srácok. GG mindenkinek, aki megcsinálta, vagy végignyomta velem. Hú, hát ez jó, ez finom volt, ez azt kell, hogy mondjam. Szuper. Szia, Prepike. Ezt beolvasom vissza a csetet. Ez nem is szabályos. Köszi, Bence. Csináld úgy, hogy szeretnéd. Mit csináljuk, hogy mi szeretnénk. Fájáltad, ha ilyen kemény padlón csinálod? Hát akkor csináld szőnyegen, és akkor nem fog fájni, vagy ilyen jóga szivacson. Lopott zokni, szia! Következő burpee lehetnél átlépem az 1000 burpee-t. Az mennyire király? Nagy pacsi neked, gyere! Bro feast! Király vagy, Pajti! Nagyon király vagy! 1000 burpee! Le a kalappal, nagyon fullos vagy! Így tovább! Közben GG mindenkinek, aki csinálta velem, nagyon szép! Hú! Ezt majd naponta fogom csinálni, akkor is, ha nem nézem a streamet. Szuper, ennek örülök, Matu! De nyugodtan pihenhetsz, néha heti 5-szörre csinálod, ez bőven elég. Tripla X koma, hát valaki azt hitt, hogy nem volt szabályos, de hát... akkor ő csinálja úgy, ahogy szeretné. Ez szabályos felül, srácok, higgyétek el. Talán ez megért egy szabot? Köszönöm szépen, Tred. Ha így gondolod. Triird. Hú, nem mondom, hogy ez rükőhasi neved. Lehet, mindjárt ugrik a szab. Nem. Triird. Valami ilyesmi. Szuper. Törő a közönség, az is teljesen jó. Én az erkélyen vagyok kint. Igen, ez egy beépített terasz, a room tour videómat, ha megnézitek, abban látjátok. Szuper. Neked most van meg a 200 burpee, az is jó. Először csinálom, és nagyon jól ment. Virtuális pacsi. Mindenkinek virtuális pacsi, srácok. Nagyon király. Na, én viszont most megyek fürdeni, aztán indulok le Szegedre. Köszönöm, hogy itt voltok. Mindenkinek további szép napot kívánok. Bárkinek, közben várjatok, Apulucit a bot kirakta, mert egy csúnya szót írt bele, de olvastam az üzeneted, és örülök, hogy tetszik, csinál te is nyugodtan. Tripax, oksa. Úgy hihetetlen komoly a minőség nálam, főleg tegnap volt, itt valami más szög, az nagyon komoly volt, gondolom, erre gondolsz. Én csak picit meglöktem a kameraállást, és ahogy mentem ki. Ja, van egy ilyen kameraállásom. Örülök, hogy tetszik. A legjobb, hogy már mondták, hogy látszik rajta az edzés. Jaj, de szuper! Nagyon örülök neki. Királyság, srácok, királyság. Na, köszönjük, hogy itt voltatok. Öklös screenen keresztül, persze, alap, bro feast, legjobb, fókuszoljon át a kamera, bro feast, legjobb, srácok, legjobb. Köszönöm, hogy itt voltatok, holnap délután jövök és folytatjuk, addig meg kövessetek Instán, mert rengeteg Insta story meg post lesz ma Szegedről. További szép napot nektek, és akkor most mindjárt megnézzük, hogy kik streamelnek, kit tudunk be host raidelni. Yes. Most van vége bezony, igen, ez most rövid stream volt csak. Na, további szép napot nektek, legyetek jók! Holnap, de után folytatjuk. Szevasztok! Mindenki kattintson rá a raidre ott fönt. Mert a raidre kattintás, ez jó raid elni. A raid, ez jó. Sziasztok, csak.